Örülünk annak, és nagyon hálásak vagyunk a Fidesz Magyar Polgári Pártnak, hogy újfent lehet képviselője, úgymond a kárpátai magyarságnak az Európai Parlamentben, hiszen Bocskor Andrea, aki az elmúlt időszakban kiválóan képviselte a kárpátai magyarságot, és jól dolgozott az Európai Parlamentben, újra bizalmat kapott a Fidesz-KDNP-től, és bejutott az Európai Parlamentbe. Ugyanakkor természetesen el kell, hogy mondjuk azt, hogy mondjuk eltérően a vajdaság helyzetétől, a Deli Andor képviselőnek a helyzetétől, Andrea kicsit más helyzetben van, hiszen sem a kárpáti magyarságnak a helyzete, sem pedig az ukrán-magyar viszony nem nevezhető jónak, és ez rendkívül károkat okoz meggyőző szerint Ukrajnának is, hát és természetesen Kárpátaljának, a kárpátai magyarságnak, hiszen egy parlamenti képviselő, aki kötődik ahhoz az országhoz, elősegíthetné annak az európai integrációs törekvéseit, hogyha ezek a viszonyok nyugodtak és jók lennének. Így azonban erre nincs igény részben, részben pedig folyamatosan az van, hogy kénytelen sikra szállni a ukrajnai kisebbség, a kárpátai magyarság nyelvoktatási jogaikért, míg ugye Deli Andor, a vajdasági magyarság képviselője igen jelentős mértékben tud lobbizni a Szerbiának az EU integrációja érdekében. Ez a helyzetnek ugye különösen pikantériát fogja adni az, hogy ugye Várhi Olivér lesz a bővítési biztos. El kell mondjuk azt, hogy Magyarország szinte az EU államok közül szinte egyedül állt ki mindig is a vízummentesség mellett, illetve támogatja Ukrajnának az Európai Uniós integrációját, és ami többször elhangzott, nem olyan áron, hogy azért föl kell adja a kárpáti magyarságnak a jogait. Csak reméljük azt, hogy előbb-utóbb ezek a helyzet rendeződik, és a parlamenti képviselő, Bocskor Andrea elláthatja azt a feladatot, amire szándékozott is, hogy amellett egy képviselő a kárpátaljai magyarságnak az ügyeit, támogassa Ukrajna európai törekvéseit, és reméljük azt, hogy ezt a lehetőséget ki fogják használni, de ez nyilván az kell, hogy Ukrajna tartsa be azokat a nemzetközi elkötelezettségeket, az ukrán-magyar alapszerződést, Ukrajna alkotmányát, amelyek a nyelvi és oktatási jogainkra vonatkoznak.